Geszterét Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délnyugati részén, a megye határ közelében fekszik, Nyíregyháza és Debrecen között. Történelme több száz évre nyúlik vissza, a terület már a honfoglalás korától lakott, de korábbi leletek azt bizonyítják, már a bronzkorban is éltek itt. Pénzérméket és síremlékeket találtak a régészek, ezek közül az egyik legjelentősebb az 1927-es aranyszabja. Fontos honfoglalási esemény volt, egy történelme volt ez annak idején, de amikor ezt megtalálták, ezt az aranyszabját a Geszterét határába, az akkori földesúr meg az emberek megpróbálták összeszedni már a széthordott dolgokat, nagyjából a József András Múzeumban ez bekerült. Geszteréről mindig beszéltünk róla, mert volt egy tanárunk, egy történelmi tanár, már úgy mondom, hogy volt az iskolában, mert jelenleg nyugdíjas, Varga Gyula bácsi, ő mindig, minden évben felelevédette bennünk ezt az aranyszabja történetet, hogy a disznó kitúrta a szabját, és hogy történt, mint történt. Mindig azt hittük, hogy majd jön valami, valaki, és akkor ezt az aranyszabja leletet, ami ez Európában kettő van, ilyen a bécsi szabja és a geszterédi aranyszabja, ez nagyon nagy, de nem indult el semmi. De tavaly az egyik díszpolgárunknak a javaslatára, elképzelésére Rácz Jánosnak megalakult az Aranyszabja Társaság tavaly augusztus 2-án. Ők már azóta néhány rendezvényt is csináltak, csináltak egy fesztivált is, csináltunk együtt közösen az önkormányzattal, mert mindenbe partner vagyunk, ami Geszterédet előre viszi, mindenkivel partnerek vagyunk. És most az elkövetkezendő jövőkben is próbálnám pályázatokat beadni, ugyanúgy az Aranyszabja Társaság már egy filmet forgatott magáról, szeretnénk megismertetni Geszterédet mindenhol. Jelenleg a templom dülősi részben van betervezve egy múzeumi feltárás, és én azt hiszem most az ősszel ez meg is fog kezdődni. A településen sok lemaradást a közmunkaprogrammal sikerült behozni az elmúlt években. Olyan felújítások és beruházások valósultak meg, amelyek élhetőbbé tették Geszterédet, véli Szabó József polgármester. Az önkormányzatnak az volt a célja, hogy egyenes pályára álljunk, mert pénzügyileg se voltunk rendben, de az elődöm, aki előttem volt 3 évig polgármester, én alpolgármesterként segítségével nagyon jó pályára tudtuk állítani. Én úgy gondolom, nincs minden rendben, mindig vannak lemaradásaink, de nem nyugszunk bele, mindig csak hozni akarjuk. Először is az, hogy az anyagi biztonsága meglegyen a falunak. Aztán, amivel le vagyunk maradva, jelenleg is 5 pályázatunk van beadva, amire lehetőségünk van, mindenre pályázatot szeretnénk beadni. Most jelenleg, amire még nem tudtuk beadni, a szennyvízhálózat pályázata. Ugye a célkitűzéseink, ami az elődömnek is a mottoja, az én mottom is, hogy amire lehetőségünk van és szükséges, fontossági sorrendben mindent megcsinálni. Ez a település közmunkaprogramjának központja. Főleg térköveket gyártanak, de mezőgazdasági projekt is működik, valamint folyamatosan szépítik Geszterédet. Itt éppen a ravatalozót újítják fel és parkolót építenek a temető mellé. Ezeket a munkálatokat a tervek szerint november 1-én befejezik. De további útfelújítások, járdaépítés és egy bentlakásos idősek otthonának a kialakítása is a tervek között szerepel. Ez itt a geszterédi savanyító üzem, itt is közmunkások dolgoznak. Eladásra jelenleg még nem termelhetnek, de a közeljövőben szeretnének ezen változtatni. Jelenleg a közmunkaprogramban egy savanyító üzemet is átadtunk. Az idei évben megkaptuk rá az engedélyt, biztos, hogy most még kevesebb teljesítménnyel megyen, de jövőre vagy az következő években már nagyobb teljesítménnyel Geszterét fogja képviseltetni magát mindenhol. Én ezekkel a termékekkel már a közmunkakiállításon Budapesten részt vettünk, és én személyesen is ott voltam, és nagyon szép volt a standunk, de valójában csak olyanokat vittünk oda, amit mi gyártottunk, mi állítottunk elő, és erre nagyon büszkék vagyunk. Szeptemberében a Geszterédi Általános Iskola és az óvoda is nagy változással kezdte a tanévet. Az intézmények fenntartását ugyanis átvette a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Ma már a Szent Anna Katolikus Általános Iskola és óvodába járnak a gyerekek, de nem csak nevében változott. 2015-ben több mint 15 millió forintból újult meg az intézmény tornaterme. Az iskola főszárnya 1958-ban épült, de a tornaterem is már több mint 30 éves. Régen gépszínként üzemelt, így ráfért a felújítás. A kiemelkedő sportéletet az eddigi megszerzett serlegek száma is bizonyítja.
A tornatermünk, amint látható, nemrég újították fel. Egy pályázat útján 13,5 millió forintot nyertünk, de ahhoz, hogy egy ilyen tökéletesen szép, szigetelt és mindennel ellátott terem legyen, az önkormányzat több mint 4 millió forintot tett még hozzá. Előtte való évben az öltözőnk újult meg, illetve új öltöző alakult ki. Az önkormányzat segítségével egy konditermet alakítottunk ki. A konditeremben az eszközöket pedig az iskolától szervezett szülői bálakból befolyt pénzből vásároltuk meg. Szerencsére újabban a pályázatok is sikeresek. A TIE pályázat keretében több mint 3 millió forint értékű sporteszközt kaptunk az elmúlt évben. Most is útban van még egy 500.000 forintos szervásárlás. Tehát eszközeink megvannak, a gyerekek szeretik a sportot. Eddig több mint 10 diákolimpiára jutottak-e, országos diákolimpiára, amihez az kell, hogy megnyerjék a megyei természetesen. A gyerekeink Pécstől, Zánkáig, Miskolctól, Szegedig bejárták az országot, attól függ, hogy hol rendezték az olimpiát. Szabályos versengés van a gyerekek között, hogy kikerül be a csapatba. Ezeknek a gyerekeknek sokszor ez sajnos az egyetlen sikerélményük, vagy a kirándulási lehetőségük a mostani nehéz helyzetben. Az iskolában jelenleg 8 évfolyamon összesen 151 diák tanul. Az intézmény fejlesztésén folyamatosan dolgoznak, hogy minél szebb és modernebb környezetben tanuljanak a diákok. Legutóbb az informatika teremben volt eszközfejlesztés. A Geszterédi Művelődési Ház már több évtizede működik. Jelenleg az integrált közösségi és szolgáltató térnek, azaz az IKST-nek biztosít helyszínt 2011-től. Az épület nemrégiben újult meg, 2015-ben több mint 30 millió forintot nyertek energetikai beruházásra, így egy 50 kW teljesítményű napelemes rendszert alakítottak ki, de elektromos és aprítékos kazán is üzemel az épületben. Ennek az épületnek a felújítása a pályázat révén valósult meg 2011-ben, azóta a napelemes rendszert építettük ki a tavalyi évben, egy 34 millió forintos beruházás, és folyamatosan építettük, szépítettük az intézményt, ami még hiányzott a felújítást követően 2011-ben, illetve a hátsó udvaron építettünk egy nagyon jó, nagyon szép szabadidős teraszt. Ott a grillező, kemence, minden megtalálható, családoknak, ifjúságnak mindenféle korosztály igénybe veheti. A Gajdos László Művelődési Ház fontos szerepet tölt be a település kulturális és közösségi életében. Szinte minden Geszteréden rendezett eseménynek helyszínt biztosít. Számos rendezvényt bonyolítunk le folyamatosan. A település önkormányzati rendezvényeit, a nemzeti ünnepeinket, húsvét, karácsony, az iskolával, óvodával szoros kapcsolatban vagyunk, tehát napi szinten vannak gyerekprogramok, néptánc, rajzfoglalkozás a hét minden napján szinte. Illetve a civil szervezetek működnek itt, itt van az irodájuk, több civil szervezet van a településünkön, nyugdíjas egyesület, sportegyesület, tűzoltó egyesület, és akkor nekik az irodájuk itt van, a rendezvényeik itt vannak, tehát ezeknek a lebonyolításában is részt veszünk. Aktív a közösségi élet az idősek klubjában, itt éppen egy névnapot ünnepelnek. Geszterei nem falu, hanem ez egy aranyos kicsike kis város. 20 állandó fővel napi szinten beszélgetések, programok, összejövetelek zajlanak, azzal a céllel, hogy az idősek jól érezzék magukat, a településen élők életminősége, az időseknek a napi életvitele egy kis mosolyt hozzon mindenki számára, egy olyan életérzést kapjanak, amivel az életminőségük javul. A mai napon is egy névnap pozása zajlik, ami mindig együtt jár általában főzéssel és beszélgetéssel, egy tartalmas beszélgetések ezek, amelyen szeretnek részt venni. Emellett még egy házi gondozói szolgálat is működik az intézményünk keretein belül. Geszteréd a Délnyírségi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltató Központhoz tartozik, amelyben működik még gyermekjóléti és családsegítő szolgálat is.
A központ Nagykállóban van, és én egy személyben látom el a családsegítési és gyermekjóléti feladatokat. Szerencsések vagyunk abban a tekintetben, tehát nagy szociális anomáliák a településen belül nincsenek, a napi feladatokat el tudjuk látni, és élhető ez a község. Szeretnek itt élni a lakosok, a szociális problémák, a szociális problémáknak a megoldása nem jelent nagy gondot a település számára. A vezetőség, a település vezetése, a polgármesteri hivatal is mindenben segíti munkánkat. A közel 1800 fős településen 1300-nál is több a római katolikusok száma. A geszterédi római katolikus templom 2015-ben volt 200 éves. Az épület 1816-ban lett felszentelve, de a mellette lévő parókiát később alakították ki. Az egyházközség tetemes mennyiségű, kb. 3-3,5 millió forintos összeget tudott rákölteni saját kútfőből a templom felújítása, a belső festés, fűtés, korszerűsítés, különböző díszeknek a felhelyezése. Néhány évvel ezelőtt pedig, hát ilyen 5 éve körülbelül a külső felújítás történetett meg, akkor pedig kerítés volt cserélve, de az még az előző plébános érdeme. A magas létszámnak is köszönhető, hogy a település lakói aktív vallási életet élnek. Az település életének a része a vallásosság, az imádság. Van még mit javítani rajta, de ezek a csoportok jelzik, hogy van honnan építkezni, hála jött a Jóistennek, nem a nulláról kell elkezdeni, és ennek nagyon örültem, amikor nem egy, hanem két rózsafűzőtársad is van. Elég ritka egy településen, amikor két rózsafűzőtársad is van. Bökönyben is van egy, de az ők ugye külön csapat. És ez például egy nagyon jó dolog, hogy azt tudom mondani, hogy kérem szépen, első péntek rózsafűzőtársad tagoknak, és akkor szépen eljönnek, és ott imádkozunk. A római katolikus templom különlegessége az oltárkép, amelyen egy nem megszokott Szent Anna ábrázolás látható. Ez a helyi plébános szerint is egyedinek számít. A Szent Anna ábrázolások általában az egyházban ugyanolyanok. Szent Anna olvasni tanítja a boldogságos szűzanyát. Idős öreg asszony kezében egy tekercs, mellette egy fiatal lány, kék vagy fehér ruhában, virágokkal körülvéve esetek, glória a feje körül. De Geszteréden egyedi a Szent Anna ábrázolás, hiszen egyet még sehol más nem láttam, lehet, hogy csak én nem jártam még sok helyen. Ugyanis azt láthatjuk az oltárképünkön, ahogy a boldogságos szűzanya bemutatja a gyermekét az ő édesanyjának, Szent Anna asszonynak és Szent Joakimnak. Ez egy az a pillanat, amikor kiderül, hogy megérte várni Szent Anna asszonynak, hiszen tudjuk, hogy ő a gyermekáldástól félők és gyermeket váróknak a védőszentje. Nagyon sokáig imádkozott gyermekért, és a szűzanyát kapta ajándékban mindenható Istentől öregkorában. És ezért tiszteljük itt Szent Annát, és köszöntjük is, hogy ő az iskolánknak és óvodánknak is a védőszentje. A település központjában jelenleg egy görög katolikus templom is épül. Geszteréd a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően egyre élhetőbb községgé válik, amely nem csak a helyiek számára érzékelhető. Ezt az is bizonyítja, hogy évről évre egyre kevesebb az eladó ingatlan, valamint a lakosság száma sem csökken.